A bánáti szorványban élő magyarság körében összetartással mindmáig lelkesen őrzik és ápolják a magyar hagyományokat és örökséget. A trianoni békediktátum 100. évfordulója alkalmából tartott emlékesten a helyi Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület énekcsoportja, a Teleház Szavaló csoportja, valamint a mindössze 10 éves Erős Lilla törökbecsei népdalénekes is fellépett. Az összejövetelen a trianoni eseményekről Györede Csov Emessel történelem szakos tanár tartott előadást. A nemzeti összetartozás évének üzenete a fiatalokat is mélyen érinti. Nemzeti hovatartozást jelent, azt, hogy mi délvidéken kialakítsunk egy erős csapatot, ahol ápoljuk a hagyományokat, egy erős közösséget alkossunk, és ezeket a nemzeti értékeket továbbadjuk a fiatalabbaknak is. A szórvány közösségben soha nem volt egyszerű magyarnak lenni és megőrizni a magyarságot. Az egyén boldogulása azonban a család és a közösség boldogulását is jelenti. Fogalmazta meg véleményét Váló Tibor, a Vajdasági Magyar Szövetség törökbecsei önkormányzati lista vezetője. Azok akarunk lenni, akik nem csak szavakkal, hanem tettekkel bizonyítják, hogy a közösség még mindig az összes sanyarúság és keserűség ellenére még mindig életképes, még mindig meg tud maradni, még mindig tud együtt dolgozni, és tudnak olyan dolgokat teremteni, alkotni, ami jobbá teszi az életüket. Nagyon fontosnak tartjuk tehát, hogy ezek a dolgok többek között az egyén boldogulására, a család boldogulására, és hogyha van boldog egyén, boldog család, akkor lesz boldog közösség, boldog társadalom. A nemzeti összetartozás évében rendkívül fontos, hogy megemlékezzünk mindarról, ami Trianonban történt, de ugyanakkor beszélnünk kell arról is, hogy mi egy nemzet része vagyunk. Mindannyian valóban átérezzük ezt, különösen itt a szorványban is. Magyarország nemzeti kormányának köszönhetően rengeteg támogatást kapunk az óvoda programtól kezdve, a különböző támogatásokon keresztül a gazdaság fejlesztésig, és valóban érezzük azt, hogy egy egységes nemzet része vagyunk. Maga a program után a Vajdasági Magyar Szövetség különböző szintű jelöltseiről, programjáról, az előttünk álló választásokról is beszéltünk. Kovács Elvira kiemelte annak fontosságát, hogy a magyarság a szorványban is megtartsa érdekérvényesítő erejét. Abbéli reményének adott hangot, hogy összefogással, közös erővel megerősödhet a magyarok helyzete Törökbecsén és a szorvány egyéb településein is.